Sziasztok, Peti vagyok innen Rómából, és ez a rész arról szól, hogy mindenféle teljesítménycsökkenés, akkumulátor, napelem, elévülés, garancia, stb.ről hadd beszéljek. Mindig mondjátok nekem, írjátok, stb., hogy miért szajkózom állandóan ezt a felhasználási szokásokat, biztos azért, mert a környezetvédelem, hát ez is persze igen, ez is közrejátszik benne, de a másik, amit szoktam mondani, ugye, hogy a napelemrendszert nem csak úgy lehet erősíteni, hogy pakolom a napelemeket, pakolom az akukat, pakolom a mindent, és akkor egyre erősebb, egyre szuperebbek vagyunk, hanem okosan, egy nagyon jó temporálással, egy nagyon jó átgondolt felhasználással, akár mondjuk 40-50%-ot is lehet csökkenteni magát, azt a mennyiséget, amit felhasználunk a megtermelt elektromos áramból, energiából. És akkor ez azt jelenti, hogy ínségesebb időkre több jut, stb. De, ami nagyon-nagyon nem szoktak elmondani, és különösen magyar videóban nem láttam én még ilyet, se YouTube-on, se sehol máshol, ahol így beszélnének a napelemes rendszerekről, hogy mi lesz majd a jövőben. Ugye egyértelmű, hogyha valaki föltesz a tetőre mondjuk egy napelemet, akkor az mondjuk 10-15 évre szeretné, vagy több. Akupakoknál, ugye a lítiumos akupakok, stb. Ott már megint csak 10 évekről beszélünk, tehát egy Powerwall 2-es csomag mondjuk 10 év után elsik egy a 20-25%-ot az energiatároló kapacitásában, tehát körülbelül 85%-os lesz, 80-85%-os. Van, amelyik attól függ, felhasználás függő, 75-re is lemegy, 70-re, és akkor onnantól már garancia. De az a lényeg, hogy a napelemre is ezt mondják, ugye fölteszed a tetőre, és akkor mondjuk a napelem is ugye 10 év múlva már, az a napelem, már nem fog annyit termelni. És akkor mindenki elkezd így pánikolni, hogy úristen, akkor nézzük a legújabb technikákat, nézzük, hogy mit hoznak, hogy már mit tudom én, mondok egy ilyen hülyeséget, hogy egy ilyen kis 10-szer, én szeretnék egy ilyen 10x10-es napelem kockát, ami mondjuk, mit tudom én, 500 wattot termel, és nekem a legjobb kell, és a legújabb, mindegy, pénz már nem számít, de ez nem így van. Tehát gondoljatok bele, hogy ahogy az életünk zajlik, ugye a dolog lényege az, hogy hogyan használjuk fel az elektromos áramot. Kacsák beszálltak a videóba, gondolom halljátok. Ja nem, ez a gyöntjük. Elkezdte. Szóval, hagyjál már egy kicsit. Na, nem tudok gondolkodni. Szóval az a lényeg, hogy a napelemek fenn vannak a tetőn, mondjuk 10 évig vagy 15 évig, és akkor csökken a teljesítményük. Csökken a teljesítményük, nem kell pánikba esni. Gyakorlatilag ez így lett kitalálva, illetve nem így találták ki, de ez így van, ez gyakorlatilag egy normális folyamat. A probléma nem abban van, hanem tényleg a felhasználási szokásaink van. Gondoljatok bele, hogy valaki megszereltet mondjuk egy 3 kW-os vagy egy 5 kW-os rendszert, az kicsinek szokták mondani, pedig az azért elég sok elektromos áramot tud termelni, ha okos felhasználás van, és utána mindig jön, hogy akkor még bővíteni akarom, már mindenki úgy csináltat rendszert, hogy bővíteni. Tehát gondol a jövőre, mert bővíteni kell. Miért kell bővíteni? És ebben az egyik ok szokott az lenni, hogy ugye esik a termelés, hiába van jó idő, már nem bír annyit a napelem, stb. De ha jobban belegondolsz, ez nem így van. Gyakorlatilag a probléma a következő, minden dolog, amit te megveszel, mondjuk most a normál dolgokról beszélek, egy laptop, egy komputer, egy hűtő, egy mosógép, egy stb. Ugye látjátok ezeket a energiaosztályokat, hogy B, meg C, meg A, meg A+, A++, meg stb. Ezek mind-mind fejlődnek. Gyakorlatilag ezek a gépek így működnek pont, hogy egyre kevesebb elektromos áramot kellene, hogy fogyasszanak. Illetve hát kevesebbet is fogyasztanak. A probléma velünk van, akik egyszerűen azt látjuk, hogy úristen, mit már ez is megjelent, és akkor ezt is elektromos áramról fogom használni, már azt is elektromos áramról fogom használni, már mindent, és elkezdjük így falni az elektromos áramot, ami nem feltétlenül működik minden jó. Most mondok egy egyszerű dolgot, tudom, hogy nem környezetbarát, de mondjuk egy benzines motoros láncfűrész. Az azért, hogy mondjam nektek,
sokkal jobban dolgozik, mint egy elektromos. Tudom, hogy elektromosba is lehet kapni nagyon frankót, de az azért árkategóriába eléggé sok. És azért egy benzinmotoros láncfűrész mondjuk pont nem használunk 0-24-ben. De az a lényeg, hogy nem minden gépnek jó az elektromos áram felhasználása. Ezeket a gépeket, aminek meg nem jó, ezt meg fejlesztik, és majd jobb lesz. Tehát folyamatosan csökkennie kellene az energiafogyasztásunknak. Erre ezzel ezt akarom mondani nektek, hogy folyamatosan csökkenni kéne, és ehhez képest gyakorlatilag gyorsabban kellene csökkennie, mint mondjuk ahogy a napelem hatékonysága csökken a tetőn, illetve az akkumulátor kapacitásunk. A probléma velünk van, akik egyszerűen elkezdjük falni az elektromos áramot. Ugye, előbb-utóbb akarunk egy motoros rollert, egy motoros biciklit, akkor már nem elég, akkor bővítsük, mindig, és faljuk, és sosincs vége. És aztán egyszer tényleg eljön az a pillanat, amikor már a napelem szart se ér a tetőn, az akupak is meghal, le kell cserélni, és akkor ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy Úristen, most mit csináljak? Most megint bele kell ölnöm 4-5 millió forintot, most megint ki kell cserélnem egy új akupakot, most le kell cserélnem a napelemeket, mert már, mit tudom én, ezerszer jobbakat gyártanak, meg ezerszer többet tudnak, meg már itt zárlatos, ott rossz, amott rossz. És nem gondolunk bele, hogy azért az amortizációnak és a mindenféle teljesítmény csökkenésnek pont az a legfőbb oka, hogy hát agyon hajszoljuk őket. Tehát mindig a maximális termelést akarjuk a napelemből kihozni. Ugye az akkumulátor, akupak, mivel sokba kerül, ezért próbáljuk, eltároljuk az energiát, de tudjuk, hogy mindig ugye folyamatosan csökken az akkumulátorban tárolt energia mennyisége, hogyha áll és nem használom, akkor is nagyon picit. Nagyon minimálisan, hoppá, de csökken, és akkor el akarom használni, tehát hogyha már van, akkor már miért ne használom, és ez így igaz. De okosan kell használni, és így nagyon-nagyon sokat meg lehet spórolni. Ezért gyakorlatilag a következő részben pont arról fogok beszélni, amiről szintén nem szoktak beszélni, az akkumulátorokról. Savas ólom akkumulátor, és hát főként LiFePO, tehát főként litium-vas. Jó, LFP-k, LiFePO-k. Hát lugosról annyira nem, de megemlítést nyer az is. Szóval a következő van, hogy én hogyan gondolom ezt, hogy hogyan kellene, hogy gondoljon az ember ezekre a dolgokra. Szintén próbálok egy olyan videót összerakni, ami nincs máshol, tehát olyan információkat bele, különösen a savas ólomakkumulátor és a lítium-vas akkumulátor, akupak, na jó, 18650 is lesz benne, annak a felhasználási módja, hogy az miben más. Mert az sem mindegy, hogy mindenki azt hiszi, hogy az akkumulátoroknál, ugye, ha kevés pénzed van, savas aksit használsz, ha több pénzed van, lítiumvast, hát végül is igen, mert többe kerül, de én azt mondom, hogy nem feltétlenül, jó? Tehát attól függ, hogy mire használod. Valamint egy másik nagyon nagy probléma, a napkéményes videómban említést tettem arról, hogy beteszek a videó leírásába hát egy vagy több linket. Ezeket a linkeket sajnos nem tudtam betenni, mivel azóta ezt a netről törölték. Különösen nagy szívfájdalmam Erdős Evelinnek a fantasztikus írása, ez egy 22 oldalas íromány a napkémény technológiáról, alapinformációk, de nagyon jó, nagyon szuper. Innen is üdvözlöm Evelint, nagyon szuper, és hát mivel ez eltűnt az internetről, illetve jelenleg számomra sem elérhető, de nekem megvan. Úgyhogy gondoltam, hogy a szigetüzemi napelem használók csoportjába berakom a fájlokba, mint hozzájuthat valaki. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ezért lépjetek be a csoportba, beléptek, elolvassátok, aztán kiléptek, vagy valami, ha annyira érdekel tényleg. Tehát nem akarok csoporttag létszámot növelni, így is növekszünk elég szépen, most már átléptük az 1000-es határt. Szuper, nagyon, de a lényeg az adatközlés, az információ áramlás, hogy értesüljetek olyan dolgokról is, amikről esetleg nem. És ha már nem tudtok értesülni olyan könnyen, és hogyha már van egy ilyen fantasztikus hölgy, mint Erdős Evelin, és pont egy olyan dologról ír, ami hát egész szuper szerintem, akkor meg miért ne? Jó? Úgyhogy azt majd ott megtaláljátok, sajnos itt nem.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem voltatok. Holnap jövök az aksikkal, hiába szombat, és vasárnap pedig folytatódik akkor a napkémény technológia. Sokan kértétek, hogy nem érdekel minket ez az atomerőműves rész, meg ez a ézé. Higgyétek el, abban is lesz nagyon sok érdekes információ, hiszen annak alapján kezdte el mindenki csinálni ezeket a házi megvalósításokat, amiket majd egy másik napkémény, tehát valószínűleg jövő héten, hétfőn vagy kedden teszem föl azt a részt, amiben viszont a házi DIY, tehát ezek a házi készítési, homemade-es dolgok, szóval azokról is fogok beszélni majd egy külön részben, de az az alapja. Tehát amíg nem volt ugye ezek a házi készítések, azt próbálták ezek az emberek megcsinálni, hogy lesz benne bőven olyan információ, sokkal kevesebb információ az erőművi termelésben, napkémény technológiában, mint mondjuk a háziban. Úgyhogy remélem, hogy akkor is velem lesztek. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Ciao a tutti, puszi mindenkinek!